Jelen Fülyen vagyok. Én a Gerszesi Lottikában. Volt olyan álmod, amit sikerült megvalósítanod? Nem. Még nem. De majd gondolom lesz. Mit szeretnél megvalósítani? Hallottam, a művészeti pályára szeretnél menni. Igen. Volt ezzel kapcsolatban valami sikerélményed? Igen, volt. Mondjuk a hát ének versenyén is rajzba is sok helyezetet értem el. Szóval akkor jól is énekel. Hello, László Tamás vagyok. Benke Brigitta. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy mi a legkedvesebb élményed az életedben, ami megtörtént veled? Hát, hogy itt lehetek a kollégiumban persze, és hogy... és például nyaralás, iskolai kirándulás. Hát, nyaralás is. És abban mi volt a legkedvesebb? Hol voltál? Mi történt veled? Hát Zamádiban mondjuk nyaralni voltunk a csapatommal. És akkor azt mit csináltatok? Hát sűröttünk, hát úszkáltunk a Balatonba, bicikliztünk, hát jól éreztük magunkat, mindenkez volt. Meg hogy sokat szórakoztunk a külföldiekkel is. A külföldi? Az jó! Mi az életcélod az életedben? Jó kérdés. Mi? Hát, még nincsen életcélom. Nem tudom pontosan, hogy mi. Nem. Még ezen egyáltalán nem gondolkodtam. Változhatatnál, akkor mit változhatatnál, mit változtatnál az életeden a mostani? Hát... Például baráti viszonyok, otthoni körülmények. Hát, bárcsak jobb lenne, hogyha az állatoknál is lenne szerencsém. Hát, tehát a tanuláson is sokat változtatnék. Csend. Hát, hogy többet tanulhassak is, és... Mit változtathatnék még rajta, hát. Ennyi, akkor köszönöm szépen. Mit szeretesz sportolni, vagy mit szeret sportolni? Csak sporttal kapcsolatban? Akármivel, tehát ha változtathatna az életén, akkor min változtatna? Hát, hogy így kapcsolódjak a sporthoz, ezt biztos, hogy változtatnám a jelenlegi életemen, hogy több időt fordítanék sportolásra, mert érzem a munkavilága mellett így a mozgás hiányt, ahol azért sok feszültséget le lehet vezetni, és egy örömélményt, illetve kitartást is ad azért, úgyhogy biztos, hogy többet sportolnék. Korábban versenyszerűen, illetve hobbiszerűen, tehát inkább hobbiszerűen üztem sportokat, röplabda, akkor próbálkoztam a kapuérával, pingpongozás, tollaslabda, tehát ilyen, és inkább ilyen csapatjáték. Értem. Tehát, hogyha újra kezdhetné az életét, akkor a gyerekeivel kimenne külföldre, vagy itt maradna bent?
Hát ez egy nehéz kérdés, több mindentől is függ. Gyerekem, illetve férjem még nincsen, úgyhogy nyilvánvalóan ettől is függne az, hogy hogyan döntenék. Tehát nem csak a személyes életvitelemtől. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nekem az a véleményem, hogyha itt a saját szakmámban, hivatásomban el tudok helyezkedni, és itt ezt élvezettel tudom csinálni egy jó közegben, még hogyha nem is fizetik meg olyan mértékben, akkor én ezzel már elégedett vagyok, és nem mennék ki külföldre. Viszont hogyha ez sem valósulna meg, akkor lehet, hogy szerencsét próbálni. Hát akkor ennyi, köszönöm szépen. Jó napot, Ráci Vivien vagyok. Szerbocs, Kazák Anika vagyok. Ha változtatna az életén, miben változtatna? Eléggé a közepébe vágtam. Mind változtatnék? Most ezen a jelenlegi életfázisomban? Ja, az jó. Többet mozognék. Többet tornáznék. Azt hiszem, hogy ezt változtatnám. Ez most a legnagyobb dolog, amin szeretnék változtatni. Az utóbbi időben nagyon keveset. Volt egy idő, amikor többet mozogtam, jogáztam nevezetesen, de csak úgy otthon, és nagyon jó voltam ebben, és most ezt nagyon elhanyagoltam, és érzem, hogy ez nagyon hiányzik nekem. És így a sportolás az most így akkor az élet céljává vált? Nem mondanám, hogy életcélommá vált, mert ez csak úgy egy kis rész lenne a mindennapjaimban, a munka mellett, meg az egyéb dolgok mellett, amiket csinálok. És a legkedvesebb élménye az eddigi életében mi volt? A gyerekeim. A két fiam van, és azok a pillanatok, amikre úgy emlékszem velük kapcsolatban. Például az előbbi valakinek a kis kollégát föltette a kérdést, hogy melyik volt a legkedvesebb nyaralása, és nekem erről pont eszembe jutott egy ilyen nyaralás élmény, amikor még kicsik voltak a gyerekek, és egy csónakban ültünk, és vittünk elemozsát, a Balatonon volt csak egy egyszerű gumicsónak. Ha elképzel valamit, az már fél siker. Ön erről mit gondol? És hát... mit gondol? Mit gondolok erről? Azt gondolom, hogy tenni kell nagyon sokat. Nem, lehet, hogy szeretnék valamit, van egy célom, az valóban fél siker, de onnan még nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy ezt... siker legyen. Tehát valóban az ötlet is lehet a fele az egésznek, mert már az is nagy dolog, ha valakinek van célja. De a sikerhez, ahhoz még sokat kell dolgozni. És olyan álma már volt, amit sikerült is megvalósítani? Apróbb álmok biztos voltak. De nem olyan nagy álmok, szerintem. Apró kis célok, hogy például valamit szeretnék megcsinálni, ilyenek voltak, meg vannak, amiken dolgozom. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Szia, Szabolcs Dorka vagyok. Szia, László. És azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az életcélod, és... És most, igen. Mire szállt? Hát, miben voltál sikeres, és mi hagyott nyomot az életedbe? Hát nem tudom, inkább a hoc volt a sikeres, de hagyott az életemben? Volt. Sziasztok, szokkör. Hát ez jó. Meg a foci inkább ennyi. Gondolom, te is szereted a focit, úgyhogy én is.
Mi volt az életcélod az életben? Melyik életben? Nagyon sok. Jó van. Igen? Mitől sikeres a színjátszó szakkör? Mitől sikeres? Az emberektől is függ. Ha csúnya beszél, az nem kell vele. Hogy teszed arra magad, szívből csinálod el, vagy csak kis hülyeségből? És te szívből csinálod? Hobbiból. Igen, hobbiból. Szívből nem, de inkább hobbi. És más hobbi? Foci. Ez a kettő. Foci, meg a színe. Igen. És ha nagyobb leszel, vagy felnőtt, szeretnéd folytatni a színjátszást, vagy a focit? Inkább a focit. És a színjátszás miért nem? Nem biztos, nem mondom 100%, de lehet, hogy azt is. Inkább a foci. Mi gondolsz a sikeres emberekről? Szerinted mitől sikeres egy ember, vagy mitől lesz? Mitől lesz sikeres egy ember? Vagy mitől sikeres? Vagy mitől hogy éri sikeres? El a céljait? Hát sokkal el lehet érni a célját, de nem mindegy, hogy milyen áron. Elmegy rabolni, úgy nem lehet. Elmegy dolgozni, úgy meg lehet csinálni a céljait. Családot alapítani, nem ilyenek. Fönn kell tartani őket, hogy valami magát, hogy ne legyen csöves. Hello, Kovács Ferenc vagyok. Hola, Márko. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy sportolsz-e valamit? Jelen pillanatban nem. És szeretnél-e valami sportolni még így? Hát gondolkoztam fociban, mert futás. Értem. És van-e sikeres élményed, aminek örülsz az életben? Igen, több is. Például van a Twist Oliver szereplésem, meg a Hamupipőke, meg Szász Halomvattán is volt egy előadásunk. Mit szeretnél kezdeni az életedben? Az életcélommal? Igen, az életcélommal. Nekem még jelen pillanat nincsen életcélom. A már nagyon jó volt, biztos. Kit jár el? Sajnos azóta egy kicsit megnőtt, mert körülbelül egykor a kisfiú volt, de ahogy én most elnézlek, én most is el tudnád játszani. Mert nézzetek meg ezeket a szép szemeket, és a Márko akkor nagyon jó, nagyon át tud érezni. Tehetséges, és egyébként még abban tehetséges megyen a Márkó, hogy nem csak, hogy megtanulja a szöveget, és hogy átérzi, de nekem azt tetszik benne, hogy mindig mindent megjegyez. Tehát nem kis dolog egy főszerepnél megjegyezni ezt a rengeteg kelléket, rengeteg ruhát, rengeteg átöltözést, nem? Tehát azért egy ekkora fiúcskától azért ez nem kis dolog. Tehát van szíved, van tehetséged, van mi. Milyen az, amikor valaki nem tud, hogy hol van meg, hogy össze tud rakni a morja? Igen, van a felelősségvállalásod. Miben kéne még fejlődni? Mert még nincs itt a glória azért, hogy valaki kell. Hát rendszeres lejövetellel. Ennyi. Andor fogja most játszani, képzeljétek el a karácsonyi színdarabomnak a főszerepét. És ez mi lesz? A nyugodt katica. Pöttyetlen katica. Viszont te voltál a Twistorében. Jó, az Andor volt a viszont. De most főszerepet játszik az Andor. Cigány. Cigány mese lesz a karácsonyból. És ez a pöttyetlen katica lesz. Elindul megkeresni a pöttyét. Széchenyi-ből írt egy szép kis mesét, és mi ebből írtunk egy színdarabot. És jó kis cigány az belőle. Úgyhogy úgy nézzétek meg! Úgy nézzétek! Jó, köszi szépen!